Cserpakovics András polgármester a Városháza dísztermében fogadta Kína ifjúsági válogatott kézilabda együttesét. A távol-keletről érkező csapat szeptemberben érkezett Székesfehérvárra, ahol a Magyar Kézilabda Szövetség Székesfehérvár városa és az Albafehérvár KC támogatásával 9 hónapon keresztül vendégeskednek majd, és ez idő alatt a másodosztályú ifjúsági bajnokságban szerepelnek hazánkban. Egy gyönyörű sportágat választottak, amiben köztudottan a világ egyik legjobb bajnoksága az itt van Magyarországon, és azon belül egy fontos központ Székesfehérvár, hiszen Székesfehérvár is egy kézilabda város, és talán ennek is köszönhető az, hogy ez a kínai válogatott, ez gyakorlatilag egy éven keresztül itt edzőtáborozódik Magyarországon, azon belül a városunkba, és tudni kell erről a válogatottról, hogy várhatóan ez lesz az olimpiai csapata Kínának. Az ázsiai csapat vezetőedzője volt montenegrói válogatott olimpiai ezüst és Európa bajnoki aranyérmes kétszeres BL győztes beálló Szuzanna Lazovics örömének adott hangot, hogy a fiatalok egy igazi kézilabda nemzet vendégei lehetnek Székesfehérváron. Wang elnök asszonynak nagyon jó a kapcsolata a Magyar Kézilabda Szövetséggel, ezért is esett Magyarországra a választás, és én magam is nagyon boldog vagyok, hogy ide jöhettünk. Tudom, hogy mennyire erős bajnoksága van minden szinten Magyarországnak, és hogy milyen sokat tanulhatunk az itteni csapatoktól, úgyhogy nagyon sokat jelent számunkra, hogy ebben a bajnokságban játszhatunk. Peng Ning, a kínai szövetség korábbi főtitkára, a delegáció vezetője köszönetet mondott, hogy Székesfehérvár és az Albafehérvár klub is hozzájárul és támogatást nyújt a fiatal tehetségek fejlődéséhez. Szeretném megköszönni a Magyar Kézilabda Szövetségnek, Székesfehérvár városának és az Albafehérvár kézilabda klubnak, hogy itt lehetünk. Ez egy rendkívüli csodálatos élmény a csapatunk és a játékosok számára, hogy megismerhetnek egy idegen kultúrát és egy olyan bajnokságban játszhatnak, mint a magyar. Ez az első alkalom a kínai kézilabda történetében, hogy egy utánpótlás csapat ilyen hosszú időre külföldre jöhet játszani. Itt értünk alatt, szeretnénk a város gazdag történelmét is megismerni, de természetesen elsősorban a kézilabdán lesz a hangsúly. A vendégeknek Cserpalkovics András bemutatta a városházát, a városvezető segítségével megismerhették a királyi város történelmét, majd a díszteremben tett látogatás után a koronázási ékszerek hiteles másolatát és a polgármesteri irodát is megtekinthették.